Sziasztok! Remélem, jól vagytok, és minden rendben. Ez a videó arról fog szólni, hogyan tisztítják rituálisan a köveket. Sok módszer van, és azt is elmesélem, magam mit csinálok. Ezeknek a tisztítási módszereknek egy része teljesen alkalmazható más tárgyakkal is, természetesen értelemszerűen, amennyiben a tárgy állaga alkalmas rá. Na de miért is tisztítják a köveket? Ugyan nem mindenki hisz ebben, de többen úgy vélekednek, hogy amikor a boltban a kristályokat nézegetik, sok ember megfordul, ugye, és a negatív gondolataik és más rossz minőségek átkerülnek a kövekre, kristályokra. Általában, aki nem hisz ebben, az is többnyire megtisztítja az ásványait, utána pedig fel is töltik, nem csak tisztítják, és pont ezért a metódus miatt is tisztítják még azok is, akik ebben a gondolatban nem hisznek. Magam nem tulajdonítok ennek különösebb jelentőséget. Tudom, ezzel kapcsolatban mindenkinek más a véleménye. Van, aki csinálja, van, aki nem, de mivel ez egy kérdés volt, így gondoltam, válaszolok arra, hogy mások mit csinálnak, mit gondolnak erről, és azt is elmondom ugye nyilván, hogy magam hogy vagyok ezzel. Talán az egyik legismertebb tisztítási módszer az a víz, a zsályakötek füstölése, a nap vagy a holdfény, de olyan is van, aki elássa a követ. A vizes módszernél van, aki legjobbnak azt tartja, ha egy patakba, folyóba rakjuk be a köveinket egy időre, és ha ez nem lehetséges, akkor a csap alá minden esetre csak néhány órát hagyják maximum a víz alatt. Van, aki szerint a sima csapvíz is megfelel, amit 5-10 percig ajánlanak tartani a folyó csapvízben. Ezt a módszert személy szerint nem alkalmazom, de a vízhez társítanak alapból tisztító minőséget. A vizes módszernél is sok verzió létezik. Például van, aki a vízhez sót ad, és utána megáldja, majd meghinti vele a kristályt, vagy belerakja konkrétan a vízbe. Arra érdemes figyelni, hogy sajnos nem mindenkinek jó a víz, ahogy a Celestinnek sem. Nem érdemes annyira sós vízbe rakni az erre érzékeny köveket, de azt olvastam, hogy nem bírja a vizet a türkiz, a krizokolla, a malahit, a halit, azaz a kősó, és az azurit sem, de lehetnek még más kövek, csekkoljátok le azért. Az esőt is szokták szeretni misztikus körökben, ezért felmerül, mint ötlet, de nem minden esetben praktikus, ezért nem ajánlják ezt a módszert annyira. Az igaz, hogy a víznek rituális tisztító minőséget tulajdonítanak, de ezt a technikát sem mindenki alkalmazza, bár szerintem a patakba rakásos módszer nagyon szép gesztus, a holdfényt és a füstöléses módszert szokták egyébként legjobban kedvelni. Ezen kívül még a napon töltődéses tisztítás bizonyos hegyi kristályoknál sem a legszerencsésebb, mert vannak olyanok, amik kifakulnak a fény hatására, ilyen például az ametiszt,
a cölesztin, a rózsakvarc, a füstkvarc, a fluorid, de a holdkő, a citrin, a topáz és a krizoprázis. Ezekért a balesetekért ezt kevésbé javasolják, és ha mégis ezt szeretnéd alkalmazni, járj utána, hogy a kristályodnál javasolt-e. Ennél a módszernél 2-3 napra rakják ki sütkérezni az ásványt, vagy a kristályt. Állítólag a karneolnak ez így nem okoz különösebb problémát. Mondjuk az ametisztből például a minél sötétebb lila a menőbb, és hogyha kifakul, azért valljuk be, nem valami szerencsés. A másik eljárásnál, amit említettem, az a holdfény. Ezt a módszert sokkal jobban szeretik, és különösen kedvelt időpont az új hold és a teli hold. Azt szokták javasolni a szakirodalmak, hogy rakjuk ki egy éjszakára, viszont még azelőtt hozzuk be, mielőtt felkelne a nap, már ha a kristályodnak nem gond a nap, és nem valami specifikus terved van a holdfénnyel, mint analógia. A neokörökben a teli holdat nagyon erősnek tartják, de az új holdat se vetik meg. Az új holdhoz tisztító analógiát társítana. Vannak más választási lehetőségek is, de ezek, amiket gyakran hallani. Amit nagyon hatásosnak tartanak még, és magam is használok, az a növények füstölése, és a füstbe így bele tartják magát az eszközt, vagy a tárgyat, itt jelen esetben a kristályt. Lehet égetni tömjént, fekete ürömöt, esetleg más hasonlóan erős növényt, vagy gyantát. A növényekkel személy szerint kifejezetten szeretek dolgozni, főleg a saját füstölő anyagokat felhasználni. Még a zsáját is különösen ajánlják, amit magam nagyon szeretek, és hatásosnak is tapasztaltam, és általában a fehér zsáját alkalmazzák. Úgy tartják, egyes növényeknek tisztító hatása van, ahogy már a füstnek is, és azt mondják, a füsttel eltávoznak a negatív minőségek. A zsáját ilyen kötekbe tekerik és kiszárítják. Biztos láttatok már ehhez hasonlót. Vannak olyan kötegek, amikbe más növényeket raknak, mint például gyógynövényeket, rózsát, virágokat. Ilyen lehet még a levendula is. Ezt védelmi és tisztító rituáléknál használják, és mind a tömjének, mind a zsájának nagy történelme is van, bár az igaz, hogy sokan nem szeretik az erős illatát. Alternatívaként a levendula köteget szokták még javasolni. Természetesen egy csomó opció van növényfronton is, de talán ez a zsájás tisztítás a legkedveltebb forma még mindközül. Ezt a füstöléses módszert egyébként nyilván a kártyáidhoz és más eszközökhöz is használhatod, teret is tisztítanak ezzel. Ezen kívül még vannak más módszerek is. Bizonyos köveknek is tisztító tulajdonságot társítanak, és ilyen például a szelenit is. Egyszerűen egymásra rakják a köveket, és így hagyják valameddig,
Ezeket a tisztításokat rendszeresen alkalmazzák bizonyos időnként, sokszor használat előtt is közvetlen, és ha ezzel megvoltak, jön a töltés, az gyorsan megjegyezném, hogy a nap és a hold nem csak tisztít, hanem tölt is. Viszont ténylegesen van olyan, amikor a hegyi kristály drúzdánk bepiszkolódik fizikailag, és olyankor a víz nem hatékony, mert az nem szedi le minden esetben a tényleges fizikai szennyeződést, hanem sósavba rakják, de legyetek vele nagyon óvatosak, és ezt nem is rakják be csak pár órát, vagy max fél napig, ha nagyon-nagyon szennyezett, és esetleg még sárrétegeket kell mondjuk így levakarni. Erről sok videó van fent, érdemes párat megnézni, mielőtt ebbe így belekezdesz. Most ennyi lett volna. Ha gondoljátok és szeretnétek megosztani, hogy ti hogyan tisztítjátok a kristályaitokat, nyugodtan írjátok meg. Most ennyi lett volna akkor a videó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha tetszett, nyugodtan lájkoljátok. Sziasztok!